Na hát szavaztok, gyerekek, találtam egy cikket, és szerintem érdekes lesz számotokra is ez. Vannak ugye közönséges dolgok, mit tudom én, telefontok. Viszont hogyha te egy márkához kapcsolódó telefontokot veszel, mármint hogy brandinggel telefontokot, amit például az Apple csinál, tudjuk, hogy sokkal drágább lesz, meg is értjük, és egyébként a tapasztalatom az, hogy jobb is. De ez erre igaz mondjuk, ez egy hülye példa volt, mert nem ez lesz a lényeg a videónak, mindegy. Tök mindegy, az a lényeg, hogy vannak olyan dolgok, amik nagyon nem kerülhetnének annyiba, amennyibe kerülnek, és most ezeket fogjuk megnézni, néhány darabot összeszedtem, azt hiszem 10-et, úgyhogy srácok, nézzük! Na hát itt az első termékünk, hát ez gyakorlatilag egy konzervdoboz, ami ugye ceruzatartóként funkcionál. Hát ezt a márkát én nem ismerem, Tiffany and Corporation konzervdoboz, csak hogy mivel rá van már írva a márka, meg gondolom ők gyártották, 265.000 forintba kerül egy fucking konzervdoboz. Durva, mi? De lesznek érdekesebb is, figyelj! Na hát itt az a méltán híres márka, amit én egyébként nem tudok, hogy kell kimondani, hogy Chanel vagy Canel, lehet Canel, mert olyan ízesebb úgy kimondani, hogy Canel. Na hát itt egy bumerang, és mivel Canel vagy Chanel, ezért 534.000 forintba kerül egy ilyen cucc. Még ennél is lesznek érdekesebbek, de azért érdekes, hogy mivel rákerült egy brand, már ennyibe kerül. A következőt, én ezt nem is értem, gumi autószőnyeg inspirálta Balenciaga szoknya. Na most, hogy ez az autószőnyeg inspirálta, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy magára tekerte az autószőnyeget. Látom az oldalán, mintha lenne két gomb is, de nem tudom, hogy ilyet egyébként kihord, ez valami fajta divat. Baszik, én meglátnék így valakit az utcán, hát én hülyét kapnék, én oda mennék hozzá és meginterjúvónám, hogy miért járkálsz hülye gyerek autószőnyekbe, he? Na és ez az autószőnyeg, mivel Balenciaga, jelentsen az bármit is, és kelljen bárhogy is kimondani. Biztos valami ez is ilyen ízes, Balenciaga, nem tudom. 615.000 forint. Ez az autószőnyeg szoknya. Brutális. Ja, egyébként ez igen, ez is a méltán híres Balenciaga szatyor, ami megszólalásig hasonlít az IKEA szatyrára, csak hogy ez 570.000 forintba kerül. Na most, abban az IKEA szatyorban azért lehet pakolni. Van nekünk is, szoktam vele menni vásárolni, hogy ne kelljen még szatyrot venni, és azért én ugye rengeteg vizet iszok, meg rengeteg ilyen üdítőt veszek. Mármint, hogy mindegy, az a lényeg, hogy tele szoktam én ezeket pakolni bőven. Nagyjából olyan 10-12 darab belefér, úgyhogy el is bírjuk. Tehát, hogy az mennyi? 12-szer másfél liter? Strapabíró. Mondjuk azt, hogy strapabíró. Én nem akarok lebecsülni semmiféle márkát, de elméleti szinten, hogyha én nem vagyok olyan nagyon hülye, el tudom képzelni, hogy ez a Balenciaga szatyor, ez nem pont arra van, 570.000 forintért, hogy te 10-15 liter üdítőt vigyél a Tesco-ból hazafele. Szerintem. Valószínűleg el se bírja, tehát hogy mi kerül benne ennyibe, valószínűleg az, hogy biztos nagyon nehéz lehetett az IKEA logót róla leszedni, mármint hogy azt az IKEA fülecskét. Nem tudom. Meg hogy hát ugye ez már izéból van. Ez már más, az anyaga, az anyaghasználat más, ugye? Ezeket bírom egyébként, mennyi ilyen van, hogy ez, kérlek szépen, 12. századbeli kígyóbőrből van. Most megkérdezném, hogy ki a szar akar 12. századbeli kígyóbőrös táskát venni? Miért nem jó neki a standard, bevált, elbírja ez? IKEA szatyor. Na mindegy. Szóval ez a következő, érdekes. Na hát a következő az megint csak a Balenciaga papírszatyor. Most ez a férfi vagy, nem tudom, nő, brutális cipővel egyébként. Ez a papírszatyor, ez 300.000 forint, srácok. Egy papírszatyor. Hát én nem tudom. Egy az, hogy olyan papírszatyrot amúgy se használsz semmire, nem? Mert hogy minek? Meg 300.000 forint, meg mi ez a modell? Hát én nem tudom. Srácok, én
kicsit ilyen ijesztőnek tartom ezt az egészet, így a 300 ezer forinttal együtt. Tehát én el tudom képzelni, hogy ez a Balenciaga, ez egy olyan márka. Figyelik, hogy mikor rendel valaki, és szétrögik. Azt a hülye, azt, hogy rendelt 300 ezer egy papírszatyrot, amit összehajtva küldenek el, hogy még legalább ne is legyen szép. Tudom, srácok, én teljesen le voltam ezeken blokkóval, amikor először láttam. Itt a következő, Hermes, vagy Hermes, nem tudom, kő papír nehezék. 220 ezer forint. Na most mi az, hogy papír nehezék? Mármint, hogy értem, de miért egy kő? Ami gyakorlatilag teljesen alkalmatlan a feladatra, mert amit látjuk, az a szíj, az nagyjából ilyen vastag lehet, és tulajdonképpen csak a szíj az, ami nehezékként szolgál, a kő az gyakorlatilag így lebeg, idézőjelben lebeg. Szóval én nem tudom, hogy ilyet kihasznál, de hogy Hermes kő. 220 ezer forint, az szerintem egy picit sok. Én kicsit soknak tartom. Én adok neked, figyelj oda, bármit, mit tudom én. Hát most nincs itt mond semmi, de olyan téglát adok neked, és nem 220-ért, 100 ezer forintért odaadom, ráírom én is azt, hogy Hermes, azt viheted? És az egész, ráteszed, meg nem mozdul a papír. Következő, Ralph Simons ragasztószalag. Hát most én mit mondjak erre? 53 ezer forint egy fucking ragasztószalag? Két oldalú ragasztó sincs annyi, sőt. Mi az, hogy 53 ezer forintért hogy lehet adni ragasztószalagot? Nem tudom, srácok. Döntsétek el, hogy ez kinek éri meg. Na, figyeljé! Direkt sárfótos DS Squad 2 csizma 380 ezer forint. Tehát, hogy ez miért? Szóval én úgy összesározom neked féláron, hogy bepisíz, még a tetején is lesz, sőt, még benne is lesz sár, ha ennyire szeretnéd, de hogy ez 380 ezer forint, és tudod mit? Erre azt mondják, hogy művészet. Ez művészet, mert ilyen sárfotót csak úgy nem teszel rá. Ezt így szépen mi tesszük rá. Ráhintjük gyakorlatilag, de ehhez nem értesz, köcsög. És ezért, hát én nem értem, srácok. Na hát ez a Szent Erix, vagy STRX Brigeri chips, 15 ezer forint, 5 darab. És ilyen izéval eszi. Mivel eszi? Mi az? Ja, még van hozzá tanúsítvány. Szemöldök kihúzó chipesszel eszi gyakorlatilag ezt az 5 darab chipset. Kérdem én. Egyik. Ki a szar éri be 5 darab chipszel, ha chipset akar enni? Kettő. Miért kerül 5 darab chips ennyibe? Fejenként 3000 forint egy olyan chips. De azért kíváncsi lennék, milyen íze van. Hát én nem értem, srácok, ezt, hogy ezt meggyártják, vagy legyártják, valószínűleg van rá piac. Ki ennek a piaca? Ki vesz 5 darab chipset 15 ezer forintért? Na és hát az utolsó, utoljára hagytam nektek a nagy durranást. Christopher Kane kábelkötegelő 8 ezer forintért. Na most ez a kábelkötegelő, ez nagyjából olyan 300 forint. Na de most, oké, mondjuk azt, hogy rámárkázták, brand, mi brandünk, eladjuk drágán. De mi a szarér hajba teszik a kábelkötegelőt? Miért? Ki teszi a hajába a kábelkötegelőt, és figyeljétek, a kisebb képen látszik, ahogy tolják a cuccot. Kétféle kábelkötegelőt használnak, ugyanúgy hajba. Ki a szar használ kábelkötegelőt a hajába, de tényleg? Szóval hát 8000 forintért ilyet is lehet kapni. Na hát srácok, ez volt a mai videó, hogyha tetszett nektek, akkor csapincsatok rá egy lájkot, írjátok meg kommentben, hogyha van véleményetek, meg minden. Unfieldshop, Facebook oldal, minden itt van a leírásban. Pisztácia, és szevasztok!